A szombati nap az egészségről szólt Makó belvárosában, hiszen városunkba érkezett a Richter Egészségváros ingyenes családi programsorozat. A város főterén és főutcájában számtalan sátorban végeztek ingyenes szűrővizsgálatokat, és adtak tanácsokat az egészséggel kapcsolatban. A 115 éves gyógyszercég rendezvénye minden évben 7 városba látogat el. Makó jubilált, hiszen 50. volt a sorban. Városunkba személyesen is ellátogatott a cég vezérigazgatója, aki ebben az évben csak a marosparti települést tisztelte meg jelenlétével. Nagyon fontos a térség, számomra nagyon kedves a térség, és ezért úgy gondoltam, hogy kötelességem, hogy itt legyek. Ami tőlünk telik egy 115 éves cégnek, aminek magyarországi központja van, hogy mindent megtegyen betegek érdekében, illetve az egészségügy értelmében, és egyben megköszönje az orvosoknak és az ápolóknak azt a helytállást, amit tanúsítanak. Az egészségnap fókuszában az egészségtudatos életmód kialakítására való ösztönzés mellett a kórház támogatása állt. A Richter egy alapadományt, vagyis 2 millió forintot ajánlott fel a makói kórháznak egy terheléses EKG berendezés vásárlására. Ezt az összeget a makóiak a szűréseken való részvételükkel tudták növelni, hiszen 1.300 forinttal emelte meg az adományt. Itt ez egy jubileumi alkalom, amely nem csak a lehetőséget biztosítja, hogy az emberek a szűrésen részt vehetnek, hanem gyűjthetnek is, hogyha mégis megbeszélkednek, mégis valami történik, akkor a kórházban ezt magas színvonalon el tudjuk látni. És egy ilyen berendezés a cél, hogy a résztvevők arányában összegyűjtött pénzből vásároljunk egy terheléses EKG készüléket, amely egy régit vált le, egy régi berendezést pótol, és nagyon bízom benne, hogy az az összeg, amely ehhez ennek a gépnek a megvásárlásához szükséges, az már a koradél-utáni időben össze fog állni és össze fog gyűlni. A főigazgató álma valóra vált, hiszen a makóiak közel 3,3 millió forintot gyűjtöttek össze, így az alapadománnyal együtt 5.295.900 forintot kapott a makói kórház. A marospartiak kitettek magukért, hiszen azzal, hogy tettek az egészségükért, a 10. legjobb eredményt produkálták. A családi rendezvény keretében ismert emberek is Makóra látogattak, köztük Jakubcsek Gabriella. A népszerű műsorvezető idén csatlakozott a rendezvény sorozathoz, amelyen Talkshow házi asszonya volt. Két nagyon fontos érvem van. Az egyik maga a tartalom, tehát az a program, amit elindított a Richter, az minden szinten egybecseng azzal, amit én képviselni szeretnék a saját munkámban. Ez az egyik. A másik nagyon nagy híve vagyok a prevenciónak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, amiben én azt gondolom, hogy egy közéleti embernek ki kell állnia. A harmadik, hogy magát a Richtert nagyon kedvelem, Bokseriket meg különösképpen, mert szerintem ő egy példakép abban a tekintetben, hogy hogy kell egy vállalatot 20 évig vezetni, és hogy kell viszonyulni az emberekhez. Ezek olyan emocionális erők, amikor az embert például arra késztethetik, hogyha egy felkérést kap, akkor elvállalja, vagy nem vállalja el, és ezek így együtt voltak azok az érvek, amire én azt mondom, hogy én ide boldogan állok ide. A sátrakban a különféle szűréseken a makói kórház orvosai és ápolói álltak a lakosok rendelkezésére. A sztárvendégek, köztük Béres Alexandra, Katus Attila és Nagy Tímea is szívesen adott tanácsot az egészségükért tenni akarok számára. A szűrésekről készült összeállítást, valamint a hírességekkel készített beszélgetéseket heti híradóinkban láthatják.